Köszöntöm az ismerős nézőit, vendégem Kessér János, az APEC Dél-Dunántúli Igazgatóságának igazgatója. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt nálunk, itt a stúdióban még nem járt, bár talán a megye nézői biztosan jól ismerik az arcát, illetve a nevét. Rögtön azzal kezdeném, hogy hogy is került kapcsolatba, vagy hogy került erre a pályára. Gondolom már gyermekkorában jó kapcsolatban volt, jó barátságban a matematikával, hiszen ez nélkülözhetetlen mindehez. Hát először is én is nagy szeretettel köszöntöm a tisztelt tévénézőket, és örülök annak a lehetőségnek, hogy itt lehetek. Hát igen, a matematika. Hát van, akinek egy átkos tárgy. Nekem valóban egy kedvenc tárgyam volt. Én matek versenyekre és történelem versenyekre jártam. Történelemből eredményesebb voltam. Ott vannak országos helyezéseim. Hát matekból ilyen megyei szinten szerepeltem viszonylag jól, de azt mondom, hogy ez a két tárgy emelkedett ki a tanulmányaim, a általános és középiskolás tanulmányaim során. De hát az, hogy azért erre a pályára került, talán nagyban befolyásolta az is, hogy az édesapja is hasonló területen gyakorolta a munkásságát, könyvvizsgáló volt. Igen, édesapám főkönyvelő helyettes volt nagyon sokáig, sok-sok évtizeden keresztül. Igen, befolyásolt. Bár az ő kérése az volt, hogy egy másik pályát kell választanom. Mert hogy? Indokolt a kérést? Nem tudom. Amennyire én nem befolyásoltam a gyermekeimet, ő megnevezte, hogy mezőgazdasági pályán kell folytatnom a tanulmányaimat. Így végeztem el a kertészetét. Érzett ehhez azért affinitást? Igen. Nem is annyira a mezőgazdaság iránt, hanem általában mondjuk a természetes környezet iránt. Szorosan jártam középiskolába, és hát aki ismeri azt a környéket, azt tudja, hogy ott van egy arborétum, egy csodálatos arborétum. És akkor én elhatároztam, hogy én egy arborétumot fogok majd létesíteni. És volt egy ilyen másik nagy elképzelésem, tehát amellett, hogy szerettem a reál dolgokat, a reál tárgyakat, amellett nagyon vonzódtam a természet iránt. Tehát igen. 20 évvel ezelőtti gimis barátnőm megkérdezte pár évvel ezelőtt, hogy áll-e már az arborétumom. Hát azt kellett mondanom, hogy igen, néhány kertet mondjuk terveztem, és ki is viteleztem, és most gyönyörködök benne jó pár évvel ezelőtt. Igen, néhány fát ültettem, de ennyiben maradt. Tehát a hobbi szinten maradt ez az ön életében, és természetesen erről fogunk is majd beszélni még jócskán, hiszen hobbi van az ön életében, elég sok is, több is, ami mint természetesen a természethez kapcsolódik, hogy stílusosak legyünk. De hát aztán ugye ez volt az első diploma, a kertészmérnöki diploma, aztán folytatódott a közgazdaságival. Igen, tulajdonképpen soha nem dolgoztam igazán kertészként. A pályamódosítás mindig is bennem volt, és ez alapján dolgoztam mezőgazdasági szövetkezetben, ahol üzemgazdászként, főkönyvelőhelyettesként dolgoztam, és követve édesapámat egyébként. Hát igen, remegve fogadtuk az akkori ellenőrző szervet, a bevételi főigazgatóságot, az APEC elődjét, jogelődjét. És hát lévén, hogy a főkönyvelőm az nem igazán szeretett jelen lenni, sokkal jobban izgult annál, mint sem, hogy jelen legyen az ellenőrzéseken. Hát akkor 2 hétig tartott egy vizsgálat, tehát kényelmesen eltöltötték az idejüket a revizorok, és hát akkor nem is gondoltam volna, hogy később majd én fogok a másik oldalon ülni, és akkor én vittem végig a vizsgálatokat. Szép volt.
És azért szépen ívelt a karrierje, tehát 91-ben oda került, ha jól tudom, a Baranya megyei igazgatósághoz, az APEC-hez. Ott jó 15 esztendőt eltöltött az igazgatás élén. Hogy jellemezni ezt az időszakot, és egyáltalán mielőtt a jellemzésre rátérnénk, hogy jött ez a lehetőség, hogy lesz valakiből azért mégiscsak egy ilyen intézménynek a vezetője? 87-ben alakult az APEC, és 88-tól jött létre egy modern adórendszer, egy európai adórendszer. Hát, hogy is mondjam, nincs, vagy nem volt olyan közgazdász, akit ezt ne érdekelte volna. Én is végül is, akkor még azért fiatalabbként, 31-nány évesként természetesen az új adórendszer és az új gazdaságnak a láttán, tehát egy piaci gazdaság megteremtése láttán, én úgy gondoltam, hogy egy óriási dolog az, hogy az adórendszerrel foglalkozzak, az adózással foglalkozzak. Így pályáztam, és így kerültem be. Az, hogy... Mint igazgató. Tehát rögtön akkor igazgatóként. Igen. Hát természetesen mondjuk azért pénzügyi és az adórendszerhez kapcsolódó múltam természetesen volt. De hogy is mondjam, ez egy olyan ősi időszak, tehát akkori önmagamat látva, ez egy fantasztikus változás. Tehát olyan, mint gazdaság történetben mondjuk egy másik időszak, amely mondjuk nem igazán valósult meg, tehát az új gazdasági mechanizmus, ezt mondjuk gazdaság történetből a közgazdászok tanulják, de hát ez még annál jóval nagyobb változás, hiszen egy piaci átalakulás történt a magyar gazdaságban, és a piaci átalakulásnak abszolút természetes velejárója, hogy maga az adórendszer is megváltozzon, és az adórendszer is átalakuljon. Hát ezt az átalakulást folytattam tulajdonképpen én is, hiszen 92. január 1-től már az addigi ágazati szervezet, az ágazati ellenőrzés már idejét múlta, és hát 92. január 1-től tulajdonképpen én az én irányításommal jött létre már a jelenlegi formájú, a jelenlegi szervezet. Azon az alapon nyugszik, bármennyit is változott egyébként, tehát azon az alapon, ami egyébként 92-től jött létre. Akkor már egy következő lépés, hiszen a piacgazdaság kifejlődésével, kialakulásával már megteremtődtek tulajdonképpen azok a körülmények, amik indokolták, hogy lépjen az adóhivatal is, és tényleg egy korszerű európai adóigazgatás alakuljon ki. És mi sem bizonyítja mindezt jobban a korszerű modern igazgatást, mint hogy talán az országban a legjobbak között jegyezték a Baranya megyei igazgatóságot, és hát rengeteg elismerés, oklevél, kitüntetés az, ami az ön munkásságát eddig jellemezte. Beszéljünk ezekről is, a pozitív elismerésekről. Igen. Azt hiszem, hogy egy jó menedzser arról gondoskodik, hogy jó szakemberek legyenek körülötte. Én az idő előre haladtával azt kellett, hogy észrevegyem, hogy a szakmától folyamatosan távolodik, hiszen maga a szervezet létszámában is, feladatában is egyre inkább nőtt. Tehát egy jó csapatot kellett magam mellé állítani, egy jó garnitúrát. Jó szakemberekből álló igazgatóságot szerettem volna felépíteni. Ebben nagyon nagy szerencsém volt, hogy Pécs egy egyetemi város, jogászok és közgazdászok, azok, akik egyébként a szakmai alapját adják tulajdonképpen az adóhivatalnak. Viszonylag könnyen sikerült jó munkaerőt fölvennem a munkaerőpiacról. Egy nagyon kemény felvételi rendszer működött már 90-es évek legelején.
Tehát nagyon nagy szűrőn kellett be átjutni annak, aki nálunk akar dolgozni. És hát ez alapján, amikor értelmes és jó kollégák vesznek körül, akkor jönni kell az eredménynek is. És ilyenkor jó dolgozni. Erről a büszke is az eredményekre. Igen, büszke vagyok azokra az eredményekre is, és most, hogy visszagondolok erre a 15 évre, nem egy könnyű feladat, és nem egy hálás. De én úgy érzem, hogy amellett, hogy egy nagyon jó szakember garnitúra dolgozik, amellett úgy érzem, hogy a másik jellemző nálunk, vagy ránk talán, hogy azért próbálunk emberek maradni. Nehéz talán ebbe a szakmába, ugye? Ezen a területen. Nem, annak kell. Nem, annak kell. De akkor csak úgy tűnik, ugye, kifelé, amikor ugye az ember arra gondol, hogy hú, adó, meg APEC, meg hú, akkor mindenkinek föláll a szőr a hátán, de hát Istenem, ez a világ, ez a rend, ez a mód. Adó önöknek. Adó mindig is volt, persze. Adó mindig is volt. Csak mindig az ellenőrzéstől tart az ember. Úristen, valamit elrontok, valami hibát vétek. Olyan nehéz ezen a területen hibázni egy átlag embernek. És meg könnyű hibázni, igen. Na, hogy könnyű pontosabban, bocsánat. Erről nem az adóhivatal. Persze, természetesen. Az adóra, tehát magának az adójogszabályoknak az összetettsége, és mondjuk, ha megnézzük az adott év adójogszabályainak gyűjteményét, milyen vastag, és ezt átalományozni egy hétköznapi embernek nyilvánvaló, hogy nagyon nehéz. Ezért vannak specialisták, ezért vannak adótanácsadók, és ezért próbálunk mi is egyébként lehető legtöbbet segíteni, és különböző fórumokon, módokon ezernyi lehetőséggel tájékoztatni, segíteni. Ezért mondom, hogy mindaddig, amíg egy ügy nem kerül oda, tehát nem kezdődik el az ellenőrzés, tehát a hatósági munka, addig nagyon nagy feladatunk, és úgy érzem, hogy amennyire lehet tudjuk teljesíteni a tájékoztatást, a segítést, a szolgáltatást. Erre mindig is nagyon nagy hangsúlyt helyeztünk. És tényleg azt hiszem, hogy ebben partnerek voltak, az adótanácsadók partnerek voltak, például a kamarák, akiknél rendszeresen megjelentünk, hiszen érdekképviseleti szervként nekik is ez egy jó dolog volt. És hát szerettünk volna olyan dolgokat is megvalósítani, ez egy ilyen úttörő gondolat volt, hogy valahogy már az iskolákban elkezdjünk olyan osztályfőnöki órákon, ahol megengedik, hogy megjelenjünk. Próbáljunk valahogy a gyerekekbe egy tudatosságot nevelni, adótudatosságot, tehát az, hogy az adónak azért valahogy egy olyan értelme van, hogy a közkiadásokat valamiből finanszírozni kell. Ez amíg világ a világ, vagy amióta állam létezik, azóta az adózás is létezik, valahogy működni kell valamiből a védelemnek, tehát gondolok itt arra, hogy biztonság legyen az országban, hogy a rendőrök ott legyenek az utcán, hogy védjenek bennünket, hogy a gyerekek tudjanak tanulni az iskolába, hogy a szociális ellátórendszer működjön. Ehhez sajnos, hát még egy jövedelemtől függően, de hát azért mindenkinek hozzá kell járulni. Milyen vezetőnek tartja magát? Keménykezűnek, esetleg szigorúnak, következetesnek, vagy kicsit olyan barátságos kollektívát sikerült kialakítani, egy nagy családot, hogy értékelni önmagát a vezetői székben? Ezt a kollégáimtól kellene megkérdezni. Én azt hiszem, hogy elég következetes vagyok, ha kell, akkor kemény is vagyok. Egyébként igyekszem támaszkodni mindenkire. Adott esetben természetesen közvetlen kollégáimra, vezető kollégáimra. Bizonyos témáknál, tehát egy-egy
ügyet illetően, vagy egy fejlesztést illetően már tímeket hozok létre, és akkor már tímekbe gondolkodunk, és tímekbe dolgozunk. Ez is egy nagyon komoly eredmény szerintem, amit fel tudunk mutatni, hogy jó néhány olyan fejlesztést hajtottunk végre akkor, valamikor a Baranyai megyei igazgatóság, most már a régió kereteiben is egyébként, tehát most már három megyére gondolok, most is folynak olyan fejlesztéseink, amik országosan is meghatározóak. Volt, amelyeknek én is tagja vagy adott esetben vezetője voltam, volt olyan, ami mondjuk a kollégáim munkájának az eredménye, de ez is hozzátartozik ahhoz, hogy ki tudjanak bontakozni azok az értelmes ötletek, gondolatok, amik úgy megjelennek az igazgatóságon belül, és ennek a lehetőségét, terét meg kell teremtenem, és nagyon szeretem, és nagyon örülök annak, hogyha ezt meg tudom teremteni, el tudom érni. Sokszor ezért lobbizni is kell persze, hogy akkor ezt a bizonyos projektet akkor mi vigyük, de hát ez jó, mert azt az adott projekt eredményeket, projekt termékeket akkor hamarabb ismerjük meg, már a folyamatában megismerjük. Jobban elismernek akkor bennünket, mint igazgatóságot. Ez azt hiszem, hogy egy komoly eredménye az igazgatóságnak, és most már ezt az egész régióra tudom mondani, hiszen mindenhonnan vannak kollégák központi projektekben. És mennyiben változott a munka, mióta egy régióban gondolkodunk? Hát bizonyára sokat. Hogy is mondjam, ugyanúgy társakra találtam mind a három városban. Könnyen? Én úgy érzem, hogy könnyen, igen. Igen, ez egy természetes régió, ezt mindig is elmondom, viszonylag közel, földrajzilag közel helyezkedik el a három város, és nem azért, mert szexárdon vagyok most éppen, de a szexárdiakat régóta ismerem, és szeretek szexárdra jönni. Nem véletlen, azért áruljuk el, van itt egy kis kapcsolódás. Hát az egyik kapcsolódás az, hogy igen, a legfontosabb, hogy valamikor szexárdi igazgató is voltam párhuzamosan a pécsi igazgatóság irányítását, párhuzamosan vittem a két várost, és hát akkor ismertem meg, nem igazán kellemes körülmények között, de mégis úgy érzem, hogy egy nagyon jó szervezetet ismertem meg, és nagyon jó kollégákat ismertem meg, hát azok, ez nagyon régen volt, nem sokan vannak már azóta, de ettől függetlenül megmaradt ez a kellemes kapcsolat, és ez a jó kapcsolat a szexárdaka, de van még egy dolog, ami az országban egyedülálló. Évente három alkalommal tartunk egy szakmai sportnapot. Ezt 92-ben indítottuk el, tehát majd, hogy nem az igazgatóságnak kezdetén, és azóta is töretlen, hogy a három város adóigazgatási szervezete találkozik évente háromszor, és ilyenkor a szakmában ugyanúgy egyeztetünk, mint ahogy mondjuk utána a szabadidős tevékenységben, amikor focizunk egymással, vére menő csatákat folytatunk. Fontos az ilyen csapatépítés. Igen, tehát ez a három város, ez valahogy mindig is összetartott és együtt dolgozott, és ezért is volt könnyebb talán a munkám akkor, amikor átvettem ezt a régió irányítást. A családba van-e valaki még az édesapján kívül, aki hasonló területen él, dolgozik, vagy aki esetleg hasonló területen fog majd, gyerekekre gondolok itt elsősorban? Hát igen, az már biztos, hogy a nagyobbik lányom az gazdasági területen szeretne majd dolgozni. Hát most kezdte ugyancsak a tanulmányait a Corvinus Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán. Áruljuk el, hogy maximális ponthatára sikerült bejutni. És mindemellett angol tagozaton, középiskolában pedig hát francia kétnyelvű iskolába járt.
ezek után nehéz lesz majd az angolra ráállnia, de hát ő maga választotta, senki nem befolyásolta. Gondolom, senki nem rá nagyon. Most igen, utána majd neki kell megmutatni, hogy meg is tudja állni egyet. Persze. És a másik csemete? Ő még középiskolás, nem tanul rosszul, majd eldönti, hogy mi is akar lenni. Mi úgy kezeltük a gyerekeket, hogy társak legyenek, tehát feleségemmel soha nem próbáltuk szigorral irányítani, nem is tudom, tehát sokkal inkább terelni, sokkal inkább megbeszélni a dolgokat, és egy nagyon-nagyon nálósággal dönthettek abban, hogy most akkor mit is akarnak majd később tenni. Persze azért mondjuk olyan tekintetben volt Mérce, hogy jól kell tanulni nyilvánvalóan. És hogy lazít egy igazgató? Hogy tud kikapcsolódni? Mi az, ami igazán a kikapcsolódást, a felüdülést, a pihenést jelenti? Hát gondolom, hogy valahol a kertészkedéssel kapcsolatos mindez. Igen. Hát hol is kezdjem? Tehát amikor ezt megkérdezik, akkor mindig eszembe jut az, hogy van egy régi mondás, hogy aki életében megölt egy kígyót, és ültetett egy fát, már nem ért hiába. Tehát valahogy küzdött a rossz ellen, és tett valami jót. Én igyekszem ennek megfelelni, de szó szerint is igyekszem a faültetés terén megfelelni. Tehát én a házunk környékén egyébként egy 120 négyszögüles kis ház, tehát ezeket a fákat akkor ültettem, amikor lányaim születtek, tehát akkor elő volt készítve, és amikor megszületett akár a nagyobbik, akár a kisebbik, akkor már rohantam és ültettem, és akkor a 10 éves volt valamelyik lányom, akkor egy Sequoia dendron gigantum, tehát egy mamutfenyő járt, tehát akkor már is szaladtam, és akkor körbeálltuk, ültettük, és ez a természethez való kapcsolódásom, ez egy nagyon régi dolog. Talán azért, mert falusi gyerek vagyok, tulajdonképpen városharkánynak tekintett, de hát mégis egy vidéki kis város, ahol most is lakom. Én úgy vagyok a természettel és a természet szépségeivel, hogy valahogy az az én világom. Csodálom a londoni felhőkarcolókat, csodálom a nagyvárosi nyüzsgést, és akkor ezzel már úgy túl is léptem, és akkor az a természetes környezet, ami egyébként, mondjuk például a szásom jó tavasszal, amikor virágzik, az egy szentély, az egy gyönyörű dolog. Olyan, mint amikor belép az ember egy templomba, akkor egy meghitézés fogadja. Én szeretem egykori iskoláimat, és amikor belépek egy-egy iskolámba, akkor az a tudás szentélye. Úgy vagyok a természet szépségeivel sokszor, hogy és csak a szásom jót mondtam, hogy amikor először láttam úgy az áprilisi virágpompát az északi oldalon, igen, ez a természet szentélye, igen. Olyan szép vége lenne, de még egy momentumot azért említsünk, egy újfajta hobbi, a borászkodás. Erről még néhány szót szóljon. Ja, igen. Hát, van egy kis hobbim, ami nem is olyan, tehát alapterületet tekintve nem is olyan kicsi, és én folyamatosan ültettem a fekete fenyőt, a tölgyfát, a különböző ligetes elrendezésben, lévén, hogy mondtam, hogy valamikor egy arborétumot is szerettem volna létesíteni. De hát ez egy szülőtermű terület, és hát addig piszkáltak a szomszédaim, addig piszkáltak, amíg végül is pár évvel ezelőtt a szülőt is ültettem. Hát ennek volt egy olyan előzménye, hogy Pécs városborának bírálatához meghívtak többször.
Hát ehhez kapcsolódóan okleves borbírálói vizsgát is tettem, hogy akkor szakmailag is rendben legyek. Tehát van szőlőm, termelek bort, és néha bírálom is, de hát ez tényleg csak arra az egy eseményre vonatkozik, még pedig Pécsváros borára. Egyébként pedig azt hiszem, hogy ezt a szexárdoknak nem kell elmondani, hogy nem nehéz megszeretni a borászatot, nem nehéz megszeretni a bor tiszteletét. Tehát azt hiszem, hogy ez valahogy a korral jár, és valahogy az ember akkor jön rá, hogy egy-egy jeles alkalomra való tekintettel, egy-egy nemes bort, ha fölbont az ember, az mennyire szép amellett elbeszélgetni. Kesér János, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, tartsanak velünk legközelebb is, minden jót!